School and Education. Ugye iskola és oktatás témakörön következik. Children in Hungary usually go to a day nursery at the age of 2 and go to a kindergarten after a year. Then they start primary or elementary school at the age of 6 or 7. This kind of school stands for two sections, junior and senior classes. In junior section, they learn some basic reading, writing and counting. Then in senior section, they start to learn other art subjects like history, music, foreign languages and Hungarian literature as well, as well as some science subjects, for example, maths, physics, chemistry, biology and computer science. After spending 8 years in primary schools, pupils take an entrance exam before they can go to a secondary school or high school, which has three types: secondary grammar schools, secondary technical schools, and vocational schools. At the end of the school, they take a school leaving exam so that they can continue their studies at a university or a college. There they can go to lectures and seminars where they gain theoretical and practical knowledge too. After getting their degree, they have the chance to start working. They have the chance to start to work. Mind a kettő jó. Nowadays it is necessary to train yourself until you die, and that is called lifelong learning. It is useful because technology changes so rapidly that you must learn to keep yourself up to date in the modern world. I like my school very much because our class is a really good community and the teachers try to do their best to prepare us to our entrance exams. We usually have 6 lessons a day and my favorite subjects are maths and physics, or my favorite subject is history. Our school is well equipped. You can find a large gym, schoolyard, a chemistry lab, an IT lab, a canteen there, and we can take part in afternoon classes and programs. We have a school choir, and our sport teams perform well in local and national championships too. Next year I would like to attend this school, secondary school, since I think it's one of the best secondary schools in the region, and it can prepare me for my desired university, that is at a university where I want to study law, because I'm planning to be a lawyer one day. I find language learning crucial as well, because speaking at least 2 languages is needed if you want to have a good job. You can go to a language school, a private teacher, but the internet is also a good source to learn a language because it offers online courses, you can listen to songs, programs, and watch films online. But reading books is quite useful too. Na, akkor nézzük magyarul. Hát az iskola és ugye az oktatás. A gyerekek Magyarországon általában mennek bölcsödébe 2 éves korukban, és mennek óvodába 1 év után. Utána ők elkezdik, hát ugye a primary school vagy elementary school, brit vagy amerikai verziója az általános iskolának, hát elkezdik az általános iskolát 6 vagy 7 évesen. Ez a fajta iskola áll 2 részből, alsó és felső tagozatból. Az alsó tagozatban ők megtanulnak néhány alapvető, ők megtanulnak egy kis alapvető olvasást, írást és számolást, utána a felső tagozatban ők megtanulnak, hogy elkezdenek tanulni néhány humán tantárgyat, például törit, éneket, idegen nyelveket és magyar irodalmat is. Ez az as well ugyanaz, mint a to, 2 óval, hogy is. Illetve nem, hanem az as well as, itt azt jelenti, hogy irodalmat úgy, mint valamint, azt is itt felsorolva a tantárgyak után, ez az as well as olyan, mintha azt mondanám, hogy and, hogy ilyen meg ilyen tárgyakat és néhány reál tantárgyat is, például matekot, fizikát, kémiát, biológiát és
ugye az info. Miután töltenek 8 évet általános iskolában, a diákok, ugye ez a take an entrance exam, hogy írnak egy felvételit, mielőtt ők tudnának menni a középiskolába, ugye a secondary school a brit verzió, a high school inkább az amerikai verzió, hát mielőtt középiskolába mennek, aminek van három típusa. A secondary grammar schools, ezek a gimmick, secondary technical schools, ezek a szakgimnáziumok, vagy amik szakközépiskolák voltak még egy-két éve, a vocational schools pedig a volt szakmunkás, most őket hívjuk szakközépiskoláknak. És itt visszatérve ez az after spending 8 years, ugye egyszer már beszéltünk arról, hogy a prepozíciók után használhatjuk az igének az inges alakját, eltöltve 8 évet, after spending. Nézzük tovább. At the end of the school, az iskola végén, ők minden vizsgát a take-kel teszünk, ugye érettségit tesznek azért, hogy tudják folytatni a tanulmányaikat egyetemen vagy főiskolán, continue their studies at, mint kifejezés. Ott, mármint a két helyen, ott ők járnak előadásokra és szemináriumokra, ahol ők szereznek elméleti és gyakorlati tudást is. Megint egy prepozíció és inges alak. Miután megkapták a diplomájukat, after getting their degree, vagy after they get their degree, ez azt jelenti, azt fejezi ki egy alakban a getting, hogy they get, miután megkapták a diplomájukat, nekik, itt jön egy kifejezés, van esélyük, hogy elkezdjenek dolgozni. A start után mondhatjuk, hogy start working, inges alak is mehet utána, meg az is, hogy start to work, tehát full infinitív is mehet utána. Manapság szükséges képezni magad, nem csak edzünk a tréner, hanem képezzük is magunkat, ameddig meg nem halsz, ezt hívjuk élethosszig tartó tanulásnak. Ez azért fontos, mert a technológia változik olyan gyorsan, hogy neked muszáj vagy kell tanulni, hogy hogyan tartsd magad ugye napra késznek a modern világban, magyarul meg kell tanulnod, hogy tartsd magad napra készen a modern világban. Nagyon szeretem az iskolámat, ugye a very much a végére kerül, I like my school very much, mert az osztályunk egy rendkívül jó közösség, és a tanárok megpróbálnak mindent megtenni, do their best to, mindent megtesznek, hogy felkészítsenek minket a felvételi vizsgákra. Nekünk általában van 6 óránk egy nap, és az én kedvenc tantárgyaim a felsorolva, vagy ha egy van, akkor az én kedvenc tantárgyam van, és akkor mondom, hogy melyik az. Tehát vagy subjects are, és akkor több mehet mögé, vagy subject is, és akkor egy mehet mögé. A mi iskolánk jól felszerelt, te tudsz találni, tehát található egy nagy tornaterem, udvar, kémia labor, infolabor vagy infoterem, egy menza is ott, mármint ugye az iskolában, az iskolánkban ezek a termek találhatók ott, és mi részt vehetünk, we can take part in a kenne, nem csak tudsz valamit, hanem engedélyt is kifejezünk vele, lehetőséget, hogy részt tudunk venni délutáni órákon és programokon. Nekünk van iskolai kórusunk, és a sportcsapataink jól teljesítenek vagy szerepelnek a helyi és az országos bajnokságokon is. Jövőre szeretnék az attend ugyanaz, mint a go to. Tehát jövőre szeretnék ebbe az is középiskolába járni, mivel szerintem ez az egyik legjobb középiskola a régióban, és ez fel tud készíteni engem az én vágyott egyetememre, ami a, és mondod, hogy melyik egyetem, ahol én akarok tanulni, aztán jöhet, hogy mit, mert én azt tervezem, folyamatos jelenben most azt tervezem, hogy ilyen meg ilyen szakmám lesz majd egy nap. Ide mindenki azt mond, amit szeretne, illetve még egy dolog, megint van ez a one of the,
és a többes számú főnév, mintha azt mondom, hogy one of my schools, vagy one of my friends, az iskoláim, barátaim közül az egyik. Ez mindig többes számú főnevet vonz, ez a one of the szerkezet. Én találom a nyelvtanulást alapvetőnek is. Magyarul, a nyelvtanulást is alapvetőnek tartom. A to vagy ezvel mindig arra utal a mondatban, azaz is, ami a szövegkörnyezetből adódik. Itt nyilván akkor azt mondom, hogy a nyelvtanulást is alapvetőnek tartom, mert beszélni at least legalább két nyelvet, itt jön egy passzív szerkezet, hogy is needed, hogy az szükséges, if, feltételes mód, ha te akarsz egy jó munkát. Tehát magyarul két nyelvet beszélni nagyon fontos, ha jó munkát akarsz. Te tudsz menni nyelviskolába, magántanárhoz, de az internet is szintén egy jó forrás, hogy megtanulj egy nyelvet, mert az már, mint a net, ajánl, ugye per 3 ott a söböt az ige végén, az ajánl online kurzusokat vagy tanfolyamokat, hallgathatsz zenéket, műsorokat, nézhetsz filmeket online, de az olvasás, a könyvek olvasása, magyarul a könyvolvasás is meglehetősen hasznos. Itt nyilván a to arra vonatkozik, hogy az is nagyon hasznos, mármint az olvasás. És nem az, hogy könyveket is olvasni, hanem az olvasás is nagyon hasznos.